Tisztelettel köszöntök mindenkit, és köszöntöm a sajtó és a média munkatársait. Szeretnék egy kicsit rendhagyó lenni, és tudom, hogy elsősorban a sajtó és a média munkatársai örülnek, de köszöntöm azokat a DVTK-n turkolókat, szimpatizánsokat, akik ezt az élő bejelentkezést most követik. Tudom, hogy fél tíz óra magasságában munkahelyükön vannak, de abban is biztos vagyok, hogy rengetegen követik ezt a munkahelyükön is, és majd amikor esetleg ebédidőben egy kis fél óra elmegy, akkor biztos, hogy meg fogják tekinteni, vagy műszak munka után. Úgyhogy szeretnék egy rendhagyó módon egy rövid bemutatkozás, egy rövid bevezetés után egy prezentációt, egy őszinte stratégiát bemutatni, amiben megjelölnék azt, hogy hol tart most a klub, mi a jelenlegi realitás, és hogy milyen irányban szeretnénk elindulni a jövőben. Én 2011. szeptember 25-én jártam itt egy Diósgyőri Eton mérkőzésen, ami számomra nem azért volt emlékezetes, mert 2-0 lehet a Diósgyőr, Szejdi és José Luque góljával, hanem azért, mert egy kislány, egy diósgyőri szurkoló kislány elénekelte az egyik leghíresebb diósgyőri indulót, és számomra ez egy olyan hatással volt, ami a mai napig egy örök emlék nekem. És az, hogy ma 2024. november 6-án itt ülhetek, és a DVTK sportigazgatója lehetek, ez egy hatalmas megtiszteltetés. De ezt én nem szavakkal szeretném kimutatni, hanem tettekkel. Ami számomra ebben a projektben őszinteséget, tehát a kellő időben akár belső kritikai megnyilvánulásokat, saját hibáink feltárását és az erre való megfelelő bemutatást jelenti, kellő szakmaiságot és nagyon kemény tudatos csapatmunkát jelent. Amikor megismertem Dr. Magyar Márt és a DVTK tulajdonosát, akkor nagyon hamar egy közös szemlélettel találkoztam, hogy ő is képvisel és én is képviselek, és nem arról beszéltünk, hogy kit fog igazolni a klub, vagy milyen edzőt hozunk, hanem egy nagy projektben, egy meghatározó klub filozófiában gondolkozzunk, ami itthon nem megszokott. Én a korábbi munkáim során mindig a versenyelőnket kerestem, hogy mik azok az előnyök, amelyek a versenytársaink elé tudunk kerülni, és számomra ez a magyar futballban a következő. Az első és legfontosabb az őszinteség szervezeten belül és a kommunikációban. A második az egy nagyon kemény és nagyon tudatos csapatmunka, én csapatjátékos vagyok. Van egy jó mondás, hogy ne a kompetenciától félj, hanem az inkompetenciától. Tehát bárhol dolgozok, próbálom magam nálamnál jobb emberekkel körülvenni. És ami nagyon fontos, hogy lehet, hogy nem a Diósgyőr az a klub, aki költségvetésben tud versenyezni a Ferencvárossal, de hogyha megfelelő human erőforrás menedzsmentet folytatunk, akkor tudunk olyan versenyelőre szert tenni, amivel akár idővel valódi eredményességben is meg fog tudni mutatkozni.